Egy karcagi nő tett bejelentést a rendőrségre, mert elmondása szerint a város belterületén több ismeretlen férfi támadt rá, akik a kerékpárját követelték. Az asszony a felszólításnak nem tette leget, ami miatt az egyik férfi ököllel megütötte, majd a nő sikoltozására az elkövetők elfutottak. A nyomozók nagy erőkkel kezdték meg a bűnügy felderítését. Több tanút hallgattak ki, Kamera felvételeket foglaltak le és elemeztek. Ismét meghallgatták a sértettet, aki bevallotta, hogy az egészet csak kitalálta. Nem bántotta őt senki, elesett kerékpárjával a csúszós úton, megsérült az arca. Néhány nappal később Tiszaburáról érkezett bejelentés rablásról a karcagi rendőrkapitányságra. A sértett elmondta, hogy a barátnőihez igyekezett, amikor öt helyi fiatal mellett elsétálva egyikük kikapta a kezéből a mobiltelefont. Fonyát, majd lefogták, egy házba vitték és bántalmazták, majd csak felszólításra hagyták abba a verését. A rendőrség ismét a szokásos aprólékossággal kezdett a felderítéshez. A sértet azonban az újabb kihallgatásakor visszakozott. Elmondta a nyomozóknak, hogy korábban nézeteltérése volt az általa megnevezett öt fiatallal, akiknek így módon kívánt bosszút állni. Mindkét nyomozást megszüntette a rendőrség, de az ügyeknek itt még nincs vége. Míg az előbbi esetben ismeretlenek ellentett feljelentést az asszony, az utóbbi büntetőeljárásban konkrét embereket nevezett meg a nő. Mi a jelentőség ennek? Aki a hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan, az a hatóság félrevezetése védség miatt büntethető, amennyiben azonban a valótlan bejelentést létező azonosítható személyre vonatkozik, úgy már nem hatóság félrevezetéséről, hanem hamis vád büntettéről beszélünk. Egy-egy bűncselekmény elkövetőinek felderítése és vizsgálata a rendőrségi apparátustól nem kevés személyi állományt, eszközt és költséget igényel. Amennyiben ezt az energiát valótlan bejelentésekre kell fordítani, az a bajba jutott állampolgároktól von el figyelmet. Senki ne packázzon felelőtlenül a rendőrséggel.